bibliai evangéliumok közül a negyedik, János evangéliuma sok mindenben különbözik az első háromtól. Melyek a lényeges jegyei ennek az evangéliumnak, és mitől, ha mondhatom így, olyan közkedvelt ez az evangélium? Hát, hogyha a jegyeket kell keresni, akkor talán a legfontosabb kép, ami eszünkbe jutott, az János evangélistának a jelképe. Már 3.-4. század óta elfogadott jelkép a Jelenések könyvéből, tudnék a sas. Eléggé megkapott a mi látásunk, szemünk, fülünk a szimbólumok értésére, de hiszem, hogy azért a sas még érthető mindenki számára. Az a ragadozó madár, mert óriási magasságunkban szárnyal, sokszor rezzenéstelen szárnyakkal, ő a levegő ura. Átlát hegyek, völgyek fölött hatalmas területet, lát tulajdonképpen együtt egyszerre. Ugyanakkor talán a legélesebb a szeme az állatvilágban, úgyhogy az apró részleteket sem kerül el a figyelme. Hát nyilván keresztény őseink, amióta olvassák János evangéliumát, érzik, hogy János, meg hát az evangélium ilyen óriási magasságukban szárnyal. És talán ezért vonzó, úgymond a friss keresztényeknek, frissen megtért keresztényeknek, az első olvasóknak, de épp úgy, mint a legnevesebb teológusnak is kedvenc olvasmány, mert megragadó és felemelő sasszárnyon hordoz bennünket. Ami János evangéliumának sajátosságát illeti, talán éppen ez a magasból látás, az összefüggések látás, ez a legjellemzőbb rá. Ennek történeti hátterében az van, hogy a hagyomány szerint János evangélista és Efezusban, valószínűleg a század végén, a 90-es években írta. Ő az az egyetlen apostol egyébként, aki nem vértanú halállal halt meg, hanem megérve a szép öregkort, végig tudta gondolni azt, hogy mit jelent számára a Jézusi evangélium, az üzenet. Tudunk el azt is, hogy ő, amikor megírja az evangéliumot, már tudottnak, nem csak hogy véli, hanem tudja a többi, tehát a másik három a szinoptikus evangéliumokat, amelyekről azt mondják, hogy a 60-as, 70-es években keletkezhettek. Nyilvánvaló, hogy ő épít erre, hogy tudnék az olvasók ismerik a korábbi evangéliumoknak talán a részletes, kicsit olyan, de most a só jó értelmében földhöz ragadt elbeszélését. Ő már a nagy összefüggéseket akarja megmutatni, úgyhogy így szárnyal. És ez a drága öreg apostol, aki, mint tudjuk, a szeretett apostol, a szeretett tanítvány, Jézushoz talán a legközelebb álló, az apostolok között akkor Jézus idejében legfiatalabb ember. Ő nyilván a maga szívén, fejénben sokáig forgatta mindazt, amit a mestertől hallott. Így születik meg, mondom, a hagyomány szerint Efezusban a 90-es évek táján az evangélium ezzel a szárnyaló, nagy összefüggéseket megmutató, de apró részletekre is figyelő egésze. Érdemes egyébként úgy is összehasonlítani a szinoptikus evangéliumokkal, hogy megkeressük az evangélium esetleg legfontosabb szavait. És megpróbáljuk, bár szinte lehetetlen, egy-egy mondatban megfogni azt, hogy miről is szól János evangéliuma, és mondjuk hozzáveszük a szinoptikus evangéliumnak egy-egy mondatban, mondom talán rosszul, de mégis valahogy megragadott lényegét, akkor ebből is egy érdekes következtetés születhet. Azt szokták mondani, hogy Máté az, aki úgy beszél Jézusról, mint a messiás királyról. Márkról azt szokták mondani, hogy úgy beszél Jézusról, mint a messiásról, de mint aki szolga. Lukács talán az a legjellemzőbb, hogy ő Jézusról úgy beszél, mint az emberfiáról. És ebben a logikai sorrendben Jánosról meg azt szokták mondani, hogy úgy beszél Jézusról, mint a dicsőséges Isten fiáról. Tehát ebből a néhány mondatos ilyen összefoglalásból, ami persze biztos nem teljes, ebből is kitűnik, hogy János tényleg ebben a magasban szárnyaló, dicsőséges Isten fiáról beszél. Egyébként hogy mondja két példát arra, hogy szerintem mit jelent ez a szárnyalás, meg ezek az apró részletek és az erre való figyelés. Ahogy kezdődik az evangélium, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, a jól ismert prológus, az első 15 vers, ez bizony már a sas szárnyalása. Úgy beszéli el Jézus testé lételét, ahogy más nem beszélte el. Nem úgy, ott a földön járva, hogy Lukács mondjuk megfesti a gyönyörű szépen egyébként a betlehemi történetet, hanem a dolgok összefüggésében látva mondja el azt, hogy az a világot rendező elv, tudnilik logosz, ige lett testé, aki kezdetben is volt, ő jött el, benne az Istenség jött el. Tehát például el a szárnyalás rögtön a bevezető 15 vers, a prológ is egy nagyszerű példa. Ugyanakkor az apró részletekre meg mondjuk Jézus első csodája egy ilyen nagyszerű példa. Hiszen
kánai mennyegzőn olyan csodát tesz, amire azt mondhatnánk, hogy miért kellett ez, miért olyan fontos. Tudnélik, egy éppen az elfogyott bor miatt szomorkodó násznépet örvendeztet meg azzal, hogy a vízből bor csinál. Azt hiszem, hogy talán fel sem tűnik, de apró részlet. János mégis megfesti, nyilván Isten lelkétől átfűtöttem, mert el akarja vele mondani, hogy Jézusnak van ereje és türelme figyelni az ilyen apró részletekre. Ő az, aki a szomorúságot örömre próbálja váltani. Hát nyilván messze túlmenően itt a bortól, de ebben az apró részletekben is mégis ott rejlik ez a jánosi örömüzenet Jézusról. Nagyon izgalmas a találkozás Jézus és a samáriai asszony története. Jézus valami egészen meghökkentő dolgot tesz. Tudnélik, átvág Samárián, a déli ország részből, Júdeából, az északiba, Galilea felé igyekezve. Ahogy János utal is rá, a zsidók ilyet nem csináltak, mert megvetették a samáriakat, hogy miért ennek nagyon régi történelmi hagyománya gyökere van. A zsidók hajlandóak voltak akár kétszer annyit gyalogolni 5-6 napot a 2-3 helyet, csak hogy ne találkozzanak samáriakkal. Jézus nem teszi ezt. Bátran átvág Samárián, és nyilván nem azért, mert nem szívesen gyalogolna többet. Őt egyszerűen nem érdekli ezek az előítéletek, ő találkozni akar. A másik megkökentő dolog az, hogy Jézus itt megszólít egy asszonyt, ráadásul egy samáriai asszonyt. Tudnunk kell, hogy abban a korban egy zsidó férfi, főleg ha mondjuk rabbi, tanító volt, akkor nem csinált ilyet, nem szólított meg csak úgy asszonyt, főleg nem megvetett samáriai asszonyt. Jézus mégis megteszi. És elkezdődik egy párbeszéd. Érdekes az a részlet, és ott megint milyen apró, finom részlet, ahogy János megjegyzi, Jézus leül ez a kúthoz, mert elfáradt. János, aki maga úgy kezdi evangéliumát, hogy az ige testé, hússá, véré lett, ő írja ezt Jézusról. Jézus ilyen. Ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent a mi emberlétünk, ismeri a fáradtságot, ismeri a szomjúság, és a lelki gyötrődés és minden bánat és fáradtságnak az igazi jelenlétét és értelmét. Szóval így szólítja meg Jézus ezt a samáriai asszonyt. Az érdekes, amit megfigyelhetünk, hogy a párbeszédben először van egy érdekes különbség. Ahogy Jézus beszél, és amiről Jézus beszél, az mindig magasabban szárnyul, mint ahogy az asszony beszél, illetve amit ő ért. De Jézus a párbeszéd közben felemeli az asszonyt, szó átvitt értelmében, szárnyakat ad neki, és így aztán az asszony végül megérti, hogy Jézus miről beszél. Jézus azt mondja, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, utol a kútra. De aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Tudnék, ez az asszony szomjazott. És nem csak a szószoros, hanem átvitt értelmében is. Mert nem csak az a samáriai és egyébként déltálban járó vidék volt száraz és szomjas, hanem az asszony is. Hogy miért? Az asszonynak volt 5 férje, akivel most él, az igazából nem férje. Az asszony megvetett, ezért van az, hogy a várostól távol lévő Jákob úthoz jön, ezért van az, hogy déltálban jön, hogy elkerülje az emberek megvető tekintetét. Ki tudja, hogy mennyi bűn, mulasztás, mennyi sérülés, fájdalom van ennek az asszonynak az életében. Az asszony szomjazik. És Jézus ezt tudja, ismeri ezt az asszonyt. Úgyhogy amikor elkezdi a párbeszédet, akkor rögtön a legfontosabbat mondja neki. Asszony, íme, én megelégítem a te oldhatatlan szomjadat. Velem találkozol, a megváltóval, mint ahogy később ezt ki is nyilvánítja Jézus. És ha velem találkozol, akkor megnyugszik a te lelked, és az örök szomjúság az végre elmúlhat. Hogy mennyire élő erő ez a találkozás, és hogy ez az asszony tényleg milyen élő vizet kapott a Jézussal való találkozásban, bizonyítja az, hogy miután elmegy, visszarohan a városba, és aztán egy egész tömeget úgymond fel tud hergelni arra, hogy visszajöjjön ide a Jákob úthoz, hogy megnézze a messiást Jézus. Gondolj csak bele, egy megvetett asszony szavára ennyien kitódulnak oda a pusztába. Nem akármilyen lelkesedéssel beszélhet egy Jézusról. Rengeteg minden van még ebben a történetben. Újra és újra érdemes elolvasni, mert szívmelengető észrevenni és inni azt, hogy Jézus azóta is járja az utakat. És a lelki samáriai vidékeken át, száraz szomjas vidékeken átjön, hogy találkozzon velünk. Bennünket is megszólít. És én hiszem, hogy boldogok vagyunk, hogyha kinyitjuk a fülünket és szívünket, és meghalljuk az ő szavát,
figyelünk rá és válaszolunk neki. Mert a mi életünk is szomjas, akár elismerjük, akár nem. És annyiféle hamis kútból, rossz kútból próbáljuk csitítani szomjunkat. Olyan jó lenne hinni, végre megérteni, hogy Jézus az egyetlen élő víz, amely lelkünk a nyomorúságát, ezt az örök szomjúságot csitítani tudja, gyógyítani tudja. Azt kívánom mindenkinek, aki olvasgatja János evangéliumát, hogy az Isten lelkétől megragadva valóban ilyen sas szárnyon járva magasságokat tudjon megjárni, és persze apró részletekben mélységeket is. És hogy magát Jánost idézzem, eljusson valami nagyon-nagyon fontosra, amely János apostol szerint is a lényeg. Evangéliumának majdnem végéről, a 20. fejezet 30. verséből, hogy olvassak valamit. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Hát adja Isten nekünk ezt a találkozást, az ilyen olvasást és ezt a hitet.